Sziasztok gyerekek, Benyoboly vagyok, folytassuk is akkor Omnibus kalandjainkat. Az első világ ugye kész lett, a második is, sőt még a harmadik is, de még mielőtt tovább mennék a negyedikre, hadd mutassam egy kis érdekességet nektek. Arany, 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 arany. És ennyi. Úgyhogy ez is sikerült mind aranyra, sőt, megmutatom a sapkákat is, most már kibővül gyűjteményemet. Ez a cápa, fú, ez rohadt nehéz volt, ezzel legalább ilyen 4 órát szenvedtem, mire sikerült megszereznem, de aztán nagy nehezen sikerült. Igen, zufós pályán volt ez melyik volt az a... Esküvős pályán, ez nem is tudom melyiken volt ez, amikor a feketéjüket kellett kikerülni körbe-körbe. Úgyhogy... igen, ja, az arany, az amerikai zászló a farmos pályán volt. Úgyhogy... A free módban a harmadik pályát, azt viszont nem tudtam megcsinálni. Tehát azt a kalapot, hogy lehet fölvenni, azt ötletem nincsen, úgyhogy sajnos egy darabot most hát nem sikerült fölvennem, de hát ezt úgy sem fogjátok látni nagyon videóba. Úgyhogy nyomjuk akkor negyedik világgal, és menjünk el a vadnyugatra. De még mielőtt elmegyünk, egy kicsit lehalkítom az én felvevőm hangerejét. Így. Mennyinél vagyunk? 0,7 körülbelül. Na most így jó, teszt. Jó, oké, most már jó lesz. Bocsánat a kellemetlenségért, meg kell csinálni. Kicsit túl sokszor mentem át pirosba, és inkább lecsökkentem ilyenkor a hangomat, hogy ne legyen annyira zavaró a fületeknek és a... hát mindenki másnak. Szóval westernes világ lesz, és igazából nem tudom, mire számítsak, de hát kezdjünk bele. Express Delivery. Bartender. Omnibus. A szalonok hát kevés folyadékkal rendelkeznek, itókával, úgyhogy bele kell mennünk egy hordó üdítőbe, és el kell vinni a szalomba. De ne keverjem össze a TNT-s hordókkal, nagyszerű. Ó, és ilyen hordóbuszon van, de zsír! Ez kicsit olyan, mint ami a belvárosban vannak, ez ilyen beer bike-ok. És akkor... ott vannak ilyen hordók, de itt melyik a izé? A TNT? Jó, a sárga izé, aha. És ez így jó nekem, hogy így folyik belőle a liquid, az itóka. Ez csak mindegy. És akkor így bele kell menni, de gondolom akkor mindegyikben van izé is. TNT, nem? Az para. De akkor ez nem is lehet fölborulni, nem? Mert mindig talpra állok. Ez elég OP ez a járgány, azt meg kell hagyni. És akkor itt kerestik el ilyen sárga hordókat, de ezt messziről fogom megtalálni, hogy most melyik. Aha, itt van egy könnyű. Hol van itt a közelben? Aha, ott van egy. Odáig még el tudok érni pont. Menjünk be ebbe a szalomba. Biztos nagyon örülnek neki, hogy így szállítom le az üdítőket. Ó, ott volt egy. Itt is van egy középen. Ezt valahol el tudom érni? És nem mentem neki a TNT-s izének. Jó, ez nem tűnik eddig annyira vészesen néznek ez a pálya. Hol van itt a... ott is van egy. Igen. Kicsit világosabbak is a hordók, úgyhogy szerencsére annyira nem... irreálisan nehéz összetéveszteni a hordókat. De hogy még kéne egyet találni, és mintha kicsit gyorsabban gyorsulna a buszon, mint általában véve, de lehet, hogy csak én látom most így. Nem tudom, ma is játszottam még a játékkal, és most kéne ezzel elérni abba a szalomba ott szemben. Nézzük, ez meg lesz bőven. Fak bele, és ennyi. Zsír, burp. Omnibus, te aztán biztos tudsz jó italokat hát, kitölteni. És így a semmibe eltűntünk. Hát nem kaptunk érmet. 50 másodperc, az parancs. Oh, és kiolokkoltuk a Barrel Boost és a nyugatot. Kiolokkoltuk a nyugatot, gyerekek. Upper Car Management, don't spill the milk. Tejet kell most szállítani. Ez jó zene. Cowboy Pete. Well, hey there, Omnibus. Pan is the cows move to the new pan. Might herd them into for us. Recall we only need 5 cows in there. Well, nem tudok akcentus. Szóval a lényeg, hogy el kell vinni a teheneket. Aha, és ezek a tehenek ilyen fa izék. És itt merre van itt az út? Aha. Jaj! És akkor ezeket nem szabad belejük menni, mert akkor vége. És ugratni tudok velük vajon? Aha, nem. Jó. És itt hol? És én szembe megyek mondjuk.
Nem, az nem lesz jó, hogy nem fognak elférni. De még ezek is ilyen fából vannak, vagy nem tudom, ezek ilyen kamutehenek, vagy nem tudom. Ez jónak tűnt az előbbi úton, amit random megtaláltam. És nem tudom, hogy ezzel meddig tudok eljutni. Vagy egy TNT. Jaj! A tején áttörte a betonfalat konkrétan. Ez egy 5 kell minimum. Nagyon nem is vészes. Kivéve a fal van előttem. Aha, az nem lesz jó. Akkor nem erre kell menni. Az csoda, hogy ott nem talált el semmi. Jaj, vigyázzatok, tehenek. Almost made it, hát azért az nem. Az ott para lesz az a rész. Egyetem meg lehet, hogy csinálni, az összes tehenet leszállítod? Főleg itt. Jó, meg lehet, hogy pont rossz útvonalon vagyok, vagy nem azon, ahol kéne. Vigyázzatok, boci... Vagy 15 még van, hát ez még így is háromszor több, ami kell nekik. Amint ami szükséges pontosan. Jaj, nem negyere nekem. És itt kéne akkor. Jaj, nem negyere nekem. Így, ni. Már se volt nehéz eddig. Not a scratch, hanem. Thanks for the omnibus. Zsír, és lett egy bronzom. Majdnem meg lett az ezüst. Mert meg lehet csinálni a... Erre most már kíváncsi vagyok, hogy meg lehet-e úgy csinálni, hogy az összeset leszállítod, mind a 22. A hetet elveszítettem útközben, ami elég sasz. Jaj, nem, arra nem. Hát ez eddig egy jó útvonalnak tűnik. És itt merre? Nem, itt valami más lesz a megoldás. Ezért tudni kapnék valami achievementet, de hogy... Lehet, hogy sokkal kacifántosabban kéne mennem, mint ahogy megyek. Én próbálom nagyon lefaragni az útvonalat, így mondjuk. Aha! Majdnem! Szerintem megvan az útvonal, gyerekek. Szerintem megvan az útvonal. Nem tudom, miért csinálom most ezt meg, mert amúgy... Olyan megcsináltam a pályát, de most már érdekel. Úgy szapatott a játék azzal a egyik sapkával, hogy fú, most dühös vagyok a játékra egy picit, az mi azt felvettem. A harmadik világban a második pálya volt, azt hiszem, ami a gravitációs buszba mutatta, és ugye az alapból én is szenvedtem. Az alapból nem volt egyszerű megcsinálni, és azon a izét, még most visszanéztem azt a részt, mert megvágtam, meg ki is rendeltem, és még mondtam is, hogy azt mondjam, hogy fogom felszedni. Hát nagyon sokat szoptam vele, úgyhogy. De ennél mondom, van nehezebb is. A World 3 free módos pálya, az... Fú, gyerekek, az para. Aki azt a sapkát felszedi, annak respect. Akkor azt mondja, nem erre kell menni. És nem tudom levágni itt a izéket. Fura. De tetszik ez eddig ez a veszteles világ, ez így feelinges. Meg így tényleg elég, tehát ugye a Hold után mi lehetett volna egyénibb western? Why not? Aha, hát ez nem fog menni. Kell, nem tudok ilyenkor rükrözve menni, vagy valami így neki tulatni, vagy valami. Még egyszer megpróbálom, és hogyha nem sikerül, akkor megyünk a következő pályára, ami fogalmam sincs, hogy micsoda, mert elfejtettem megnézni a menüben. Oh, nem. De legalább a két szélső megvan, és ezt meg tudnám nézni, nem. Jó, hát akkor majd valamikor megpróbál megcsinálni hátra. Safety first, protect our cows. Nem azt csináltam meg előbb? Mountain man. Medvecsapdát hagyott fenn. És le kéne a helyvonalatról dobni, vagy nem is tudom mi ez. Csak figyeljek. Mert ahol van a izéje, az a csapdája, az nem veszélyes oda az útvonal. Van valami a házban, nincs. Ott van egy sapka! Wow! Mi az? És ez hogy szedjen föl? Aha. Ez para... Ez nem is... Dinamitos pornóval talán? Ez messze van. Bam! És így meghaltam. Na mindegy, ezt ott hagyjuk. Oh! Space-el lehet ugrani? De durva! Lehet space-el ugrani a játékba. De csak ezzel a busszal gondolom, igaz? De hát még az is nagyon messze van tőlem, na mindegy. De ez most milyen hangot ad a busz, így... Üpp. És akkor oda kell majd elvenni. Ugorunk itt egyet. Ez kis lájtos pályának tűnik eddig. Még egyet ugrunk. Ez aranyos ez a busz, ez tetszik egy kis bocis. Hídon átmegyünk.
Mi történik? A, ez ilyen függőid, és így... Aha, a súlyunk alatt is... Basszus. Nem kéne megdögleni. Uff, ha ezt túlélem, gyerekek, besírok az örömtől. TNT Factory! De jó helyen van. Hát ezt meghaltam. Ilyen remek helyen rakni egy TNT gyárat, nem is tudom, hogy ennél jobb helyen nem is létezik. Kaktusznak, boom. Ez kicsit ilyen Interstate 82-ös, de még itt is jobban megcsináltak, mint abban a játékban. Legalább nem süppett bele a földbe a kaktusz. Az annyira szarul néz ki abban a játékban. Jó ég. Ezek nem esnek szét darabokra, az is fura. Mert ugye a házba belemész, akkor azok ilyen kis kockákkal törnek szét, de a kaktuszok nem. Úgy túléltük. Jaj, TNT Factory-ba. Óvatosan, menjünk. Buh. Aha, az halál. Jó, akkor megvan, hogy melyik a nehéz rész a TNT gyáron átűzni. És ilyen random kihagyják, érted? Ház előtt, hogy ott vannak a TNT-k, nem ez semmi vagyok a tűző napom. Miért lenne? Minek az? Ez ilyen kis bokor? Ennek is neki tudok menni, ez ilyen ördög szekér, vagy nem tudom. Vagy az a növény, amiből ördög szekér lesz, mert hát ez nem mozgott, csak növénykedett a földön. Szerintem ott a házon keresztül kell majd mennem, az az érzésem. Úgy nem látok a táblától. Jaj! Mert jó útvonal, jó, az útvonal jó volt. És leesett a híd? Jól láttam. Lehet többet is ugrani? Van double jump? Nem, nincs. Csak egyet lehet ugrani akkor. Hát akkor ugorjunk egyeket. Ez nem is tudom, ez bocibusz, vagy nem tudom. Nem omnibusz, hanem bocibusz. Ráadásul itt jól rakták le a készítők a izéket, mert itt tényleg itt kivannak a szélre is. Megcsináltam! Szóval a szélére is kivannak rakva a pályára izék, és ez... The fuck? Jaj, nem erre kellett volna menni. Oh shit. Ha erre kellett volna menni, akkor balra. Hát azt rohadtul nem figyeltem, hogy most merre kell menni, csak mentem a magam feje után. Akkor arra kell majd kerülni egyet, értem. Kicsit megpróbálok majd balra orientálódni. És automatikusan így kicsit, vagy tudom így változtatni. Ah, valamennyire tudom akkor ezek szerint. Aha! Barrel roll. Tényleg basszus, az előző busznál le lehetett volna sétni túl a barrel roll, szó szerint. Ha. Kíváncsi vagyok azzal járgánnyal össze még pálya. Ez tetszett az a... Ebből is látjuk, hogy mennyire egyéni buszokat tudnak kitalálni, és a mi világunkban a buszok azok mennyire unalmasak. Ahhoz képest, amik itt vannak. Robbanás után is tudunk ugrani? Vagy ez nem az a játék? Telibe a kaktusz, boom! De átvittem egy másik izére, tessék. Ha, neki a hídnak. Na próbálok középen maradni. Az, hogy középen marasztok, értesen akkor is kicsit így elkezd a híd így kilengeni oldalra. Tehát kicsit hamarabb ugrottam, de nem túléltem. Oh. És itt kéne így elmenni, és akkor most balra menjünk szépen el. Júj! Megvan. Kicsit borul, de túléltem. Jó. Aha! Át a izén. Inkább erre... De rossz az útvonal. Oké, ez egy jó pálya. Ezt jól megcsinálták, ezt a pályát. Az összes eddig is jó volt, nem azt mondom. De ez kifejezetten tetszik. Ez tényleg olyan, hogy itt trial and error. El kell buknod, hogy tovább tud jutni. Szeretem az olyan játékokat. Viccen kívül tényleg. Tehát ami megtanít a játékra, hogy hogyan játsz. Szóval... Ezek jó dolgok. És ilyen kis szép tarka buszunk van. Nekem eddig szerintem ez a legaranyosabb busz eddig a játékban. Az előzőek sem voltak rossz, de ez a kicsit olyan... És ilyen londoni busz, meg izé, azok is királyok. Ó, basszus, rossz útvonal. Bum! De még túlélhetem szerintem. Na? Mire érkezek? Talpra! Basszus. Megmenthettem volna azt a felvételt, hogy pár perc cikitől, de még inkább naiv voltam, mint sem okos. Nem tudom, miért mentem ott. Annyira fejemben van, hogy balra, hogy így refeszbe elmentem, olyan helyen is balra nem kellett volna.
Jaj, itt ezt kicsit így benéztem. Ne borulj föl. Pff. Akkor nem kell nagyon kimenni oldalra, oké. Okay. És most aztán érsz, hogy mérföld per órával megyünk. Ez nem rossz. 53 mérföld egy busszal. Hát ugye lehet 180. Ja, és igen, mi azt elfelejtettem mondani, hogy rájöttem, hogy kell kiulokolni az első két világban a csillagpályákat. De még nem csináltam meg, mert azt majd felvételen akarom, hogy ti is lássátok majd. Gyerünk, nem tudom milyen busz, ez milyen busz tényleg. Nem, nincs is neve, nem is tudjuk a nevét ennek a... Csoda, az hogy kerültem ki, basszus kulcs. De gyere nekem, nem jössz nekem. Húgy, megvan. Jól ugrattam, és itt kell majd balra menni. Jó. Egyre gyorsabbak vagyunk, az para. Hamarabb kell ugrani. Vigyázz, tehén! Ez megcsináltuk. Köszönöm a segítséget, Omnibus. Most már nyugodtan alszok, hogy senki nem fog megsérülni. Hát, csak én. Wow. Megvan az arany. Cowbus, tehénbusz. Gondoltam volna. Zsír. Negyedik pálya, The Exceptional Train Robbery. Csúcsú. Vonatot is kell rabolni, zsír. Hardy Omnidus, Outlaw, és egy nő. Jó, mondjuk persze voltak gonosz nők is, meg ezért nem azt mondom, csak úgy vicces. 16 darab aranyérmét kell. Jó. És a tehén busszal vagyunk. Ah, ott vannak a tetején a izék. Viszont dinamitot is szállít. Spark. Jaj, belül is vannak. De jó. Au. Állj föl, busz. Nagyon borulékony ez a busz, ezt már látom. Húzzá már innen. Jó, le lehet lökni a kocsikat is. Aha, akkor tudjátok mit fog csinálni? És ez van egy nitró is, szerintem ezt azért rakták ki. Csak egy olyan csalészt. Megelőzöm a mozdonyt. És kijutom az utolsó olyan... Ez megvan. És így kiütöm ezeket. És szerintem így megvan a... De meg lesz. Szerintem így kell csinálni. Nem? Vagy de. Menjünk így be. És voltak dinamikot, ez... És az izé áttört az összes a pénzém, az összes többi izé vagon. De durva. 16 dollár kell. Gyere, ügy! Megvan. Hát ezt nem sikerült az ugrás, akkor szerintem azt fogom csinálni, mit előbb. Nekem az lesz a stratégiám, az az érzésem, hogy az a jótól járok, hogy megelőzöm a vonatot, és elkezdem így visszafelé szétcseszni. Onnantól engem aztán már nem érdekel, hogy mit csinál a vonat magával. Hogy így, a dinamitom, amit vigyázni kell. Ezt is, úgy. Nem? Mi? Megy tovább a vagon? De hát hogy? Hát nem, vagy a izé miatt? A sebesség miatt? Mondjuk az is igaz, hogy attól, mert a vonat megáll, a mozdony még mehet. Vagy itt, hogy a mozdony megáll, még a kocsik azok még a sebességet megtartják. Bam! Úgy. Van 9, 10. Hát ezt nem fogom felszedni. Az igen. De megy a pénzérme magát, de aranyos. 11. 12. Jó, dinamitor, vigyázzunk. Ez meg is lesz. Bőven megvan, gyerekek. 14, 15. Hát ez ennyi volt, gyerekek, ez. No mese. Ezt nem is tudok a többet felszedni. Húi, amni dűr. Sosem láttam még ennyi aranyat egy helyen. Nyithatnék egy farmot a holdon. Hát. Ó, mi majdnem lett az arany. Ez jó világ. Ez könnyebb, mint az előző eddig. The Negative Nine. The most feared bandits in the West. Mi ellenség? Jönnek ellenség a somnibuszok, vagy mi? Town Deputy. Ja, aki megveszi a játék, a soundtrack benne van a játék telepítő mappájába, úgyhogy... Ja. Rejtő, és kurva jó a soundtrack. És ez a szám, ezt meghallgattam és tetszik. A Negative 9, a legveszélyesebb, és hát, hogy mondjam, mi ez? Tehát a leghírhettebb banda nyugaton jön, és meg kell védened a hazánkat, hát ezt meglátjuk. És borítsuk fel őket, vagy
izébe, a nagy semmiségbe lökjük le őket, és keressem az arany bumperöket. Jó. És de miért a hordóval vagyok, miért nem a bikával, azt sokkal kirebb lenne. És ott egy ilyen halálfej, mi az? Azért ez egy sapkás busz. Végem. És ilyen fekete busz. És az van ráírva az oldalára, hogy bandit. Sírok. Aha, és feláll, de jó. Be tudom őket csalni ilyen TNT-s helyre, hátha. Jönnek utánam? Ja, ezek ilyen nagyon okosan fordulnak, értem. Ne menjek bele a dinamitba, létszik. Ja, már csak 80. Egy random meghalt a semmitől. Nem is volt ráhatásom. Ilyen kamikáze banditák. Jaj, ne lökjetek le, ne lökjetek le. Leestem. Ezek tényleg gondoszak, ezek a bandit. És mi van, tényleg mit csinál ez az arany? Ez a bumper. Wow! Cső! Most már értem. Ezt taktikusan kell használni. És hol a többi? Nem mennek előjönni, mi? És ez egy idő után eltűnik. Aha. Cső, uff. Ledobtak engem is. Egyet magammal vittem a pokolba. Ennyi. De hogyha én megrogok, akkor jön utána a többi is, mert ezek végig követni fognak, nem? Nem. Gyere, uff! Nem hittem volna, hogy eltalál. Rám húzta a kormányt a rohadék. Nem akarom előni a... izét. Fú, ezzel viszont nagyon nehéz a levegőben manőverezni, hogyha éppen borulsz. Úgy. Állítsatok fel, nem jó. Ezek megint bekamikázéztak. Akkor lehet, hogy már az elején föl kell venni ezt. Még van egy pár darab, de... sose tudhatod, mikor jön jól. Na, vannak pára. Boom, nitro. Aha, ez lehet, hogy segít. De még élnek. Cső. Szerintem egynek annyi. A jobb esetben. Úgy, egynek annyi. Kéne keresni ilyen szarokat. Mi az a... ja, ott egy izé, sapka. Hát ezt köszönöm, azt nem. Le olyan ledobta a játék az eset a pályára? Aha. Na, 7. Zsír. 6. Mi? Dinamit? Volt egy dinamitos is? Vagy ez hogy? Gyerünk, állj fel! Ne! Para! Azt semmiből hoztam vissza. Egy bandita maradt hátra. Na, hey ho, let's go! Úgy, cső! Ezt úgy kéne kiütni, hogy uff! Ez nagy hiba volt a részemről. Ez már nem lesz annyira szerencsém. Nem. Basszus kulcs! Pedig majdnem megvolt. Ez egy szép kör volt. Kicsit várok, megyek még egy-két kört, és úgy próbálom, hogy minél többet magammal vigyek egy bumperrel. Minél több maradjon a pályán. Hol volt itt egy? Itt volt egy... gyertetjünk. Így most már lehet jönni, úgy. Itt is szembe. És itt így borul. Gyorsan eltűnt a bumperem, úgyhogy kell most felvenni még egyet. Gyerünk, de az, hogy gyorsan megyek, és miért nem tudnak nekem jönni. Úgy, egynek remélhetőleg annyi. Úgy, ott egy leesett, ott szerintem a másik repül. 5, 3, ez már tetszik. Ott van egy, én szedem fel a bumpert. 2 van hátra. Nem tudom, sikerült a bombába bele vezetnem. Hogyan kéne? Ez nagyon rám akaszkodik itt mögöttem. Úgy, talán most. Oh, azt kilőttem az űrbe, gyerekek. Aztán már csak a Holdon fogunk újra találkozni. Ezt garantálom nektek. Gyerünk! Nehogy már így megakadtam? Gyere nekem hátra. Így. Gyerünk! És megölte magát, úgyhogy engem segített feltenni. Gyakorlatilag nem én csináltam meg a pályát, hanem az a hülye egyik bandita. Most aztán nem mutattad neked. Most már kétszer fogják megmondani, miért visszajönnek. Köszönöm, Omnibus. Megint meglett majdnem az arany, tök jó vagyok.
szerintem föltörölték ezt a két világot viszont kívül. Mind the bridge. The whole thing is. Az ilyen egész pálya egy nagy izé híd. Treasure Hunter. Omnibus legendák mondják, hogy... hogy a legenda úgy szól, hogy egy nagy kincs van ebből a... hát... mi a kév? Basszus. Teljesen, teljesen izé... nem a bánya, hanem... mi a kév? Basszus kulcs, teljesen elfelejtettem, gyerekek. Nem a bánya, hanem a... barlang? Barlang? Az barlang, te jó isten, gyerekek, buktassatok meg angolból. És próbálj meg megkeresni, és... egységesen az 80-20 arányban. Na, az nagyon egységes, ez testvéri. És vigyázz, de viszont vigyázzunk a híddal. Nagyon régi. És mi ezek ilyen... bóják? Vagy az hogy? Azt a kalapot hogy? Ja, így hogy tiltod a... basszus, na az para lesz. Menjünk erre. Tiltsuk vissza. Ajaj. Erre. Aha, akkor ez így ki van találva. Fú, ez szerintem ez a legjobb számú soundtrackben eddig. Úgy gyorsan vissza. Ma ott is van. Nem egy hosszú pálya eddig. Állítsuk vissza. Ennyi volt. Hát ez elsőre, gyerekek. Kincs igazi. Azt mondtam korábban, hogy 20%-et kapsz? Ó, igazából 10%-ra gondoltam. Itt van a részed. Ez mekkora rohadék. Van emellett az arany. Zsír. Megint. Most sok ezüstön van. És ó, már egy izé, már boss fight-nál vagyunk, totali totem. Viszont ez meg rohadt nehéz lesz, gondolom én. Laurai totem. Omnibus. Te nem ebből az idősíkba tartozva, nem mondod. El kell téged pusztítanunk, úgyhogy nem fogod... ne változtass meg a jövő többet. Butterfly effect. Az csak neki kell menni majd a busz. Mi ez a kék? Víz? Fú, de fura a kamera nézett. Aha! Ez ilyen gonosz. Gondolom mindig más patternje lesz. Ó. Oh. De arrébb lök engem. Ennek a víznek így kéne működnie. Ó, majdnem meg volt. Na, vissza. Legalább annyira nem vészes eddig. Szerintem újra kezdem. Ugye legegyszerű. Mehetett volna az előző zene ezen a pályán, mert tudtuk, hogy sokat fogok szenvedni. Már se rossz. Kisugrás. És bukóvári. Nem, basszus kulcs. Le akart orvítani az utat, de hát nem sikerült. Itt látjátok, és meg is haltam. Hát akkor... 1, 2, 3, 4 formája lesz akkor ezek szerint. Au. És pont bele fogok menni, nem. Így, BOOM! Cső! Miért megy arra? Ja, ez a második, aha. Fú, ezek ilyen, mi ez, gejzír itt random? Wow! Ez már hullám a javából. Ejj! Lett volna valami... kalap, de... de meghaltam úgy, hogy tök mindegy. De ismerős ez a szám valamire. De emlékeztet ez a szám valamire, nem? Gyerekek, se angolul, se magyarul nem tudod. Tehát úgy játszottok inkább játékot, hogy vagy magyarul, vagy angolul, de a kettő együtt az még véletlenül se szerepeljen. Egynek annyi, úgy. Menjünk rögtön oda. Az ötletes ez a boss fight, ez tetszik. Kicsit ilyen Crash Bandicoot-os, tényleg. Auff! Az aztán földobott engem, gyerekek. Ez nem kicsit. De vajon mire érkezek? Talpra, baby, talpra! Mint a macska. Cső. És már nincs itt a sapka. Nincs. És a harmadik ugyanazt csinálja. Aha! Csak kicsit más a patternje. Kicsit. Ez így körbe kell menni magyarul. Nem! Basszus, most már értem, hogy miért rohadt. Aha. Gyerünk, állj föl úgy.
Basszus kus, csoda, hogy nem estem le, ezt nem is értem. Belemegyek, igen. Úgy. Gyere, ugorj! Későn ugrottam. Meg rossz ütembe. Aha, és le is dobott engem. Akkor a harmadik forma lesz az, ami a nevezésem lesz. A negyedik, az nem is tudom, mi lesz majd. Az első kettőt azt megcsináltam már. Úgyhogy az elvileg nem... Azt teljesen benéztem most. Ez elvileg nem fog akkor túl nagy galibát okozni, hogyha minden jól megy. Hoppá! Nem így gondoltam. Visszaállsz. Állj vissza. Na mindegy, újra kezdem, az a legegyszerűbb. Gyorsan, restart, oda megyek, püf, cső. És akkor nem kell itt szerencsétlenkednem, és most figyelek a kék hullám. Vagy ez most tudom, ez szél inkább, mint víz? De valamiért a kék szín miatt nagyon vízre asszociáltam. Ugye a totemhez azért szoktak imádkozni, hogy a víz, meg nem tudom, az indiánok, tudjátok, esőtánc, meg ilyesmi. Még ez lehet, hogy inkább csak ilyen nagyon erős szél. Megtátosodott a... Na, jó, csináljuk máshogy, gyerekek, úgyhogy működjön. Szépen elmegy a kór. Az a lényeg, hogy még menni is kell egy kicsit jobbra. Például így. Lehet, hogy kicsit későn ugrottam? Nem. Így, telibe. Gyorsan fussunk oda. Fussunk, hát menjünk. Aha. Ilyen még talán nem is találtam, mert nem emlékszem, hogy ilyen rohadt magasra estem volna. De talpra megint. Talpra magyar, talpra tehénbusz, kaubusz. Nem találsz-e? Úgy! Na és akkor ez lesz a para. Ez ilyen nem kör alakba fúj, mert nem egyenesen, hanem ez ilyen rombusz, vagy én nem is tudom mi ez. Meg lesz! Basszus kulcs, az szerintem tényleg centik, az centiken, pixeleken múlott. Ennyi. Állj föl, az még nem is le... Aha! Para, cunami. És még izéket is dobsz. Nem fogsz ki rajtam, ennyi. Impossible, I cannot be beat. Prepare yourself, Omnibus, for I am sending you away. Sending you away. Hova küld? World 5. Ez vajon mi lesz? Home sweet home. It feels good to be back. Mi lesz ez? Kiderül a következő részben. Sziasztok! Nem tudom, mi lesz ez. Kicsit ilyen paintes itt a sprézés. Ez ilyen alternatív fekete lyukba küldött minket? A totem? A spara.